Sziasztok! Elindultam a Balaton felvidékre és a Kisparton. Idei októberi motoros túrám célja Hévíz környéke és a Keszthelyi hegység. Útbejtem a Balaton felvidék lankás tájait, néhány gyönyörű kilátópontját, túraútvonalát. Mivel nem erősségem a hegymászás, fontos szempont volt, hogy a látnivalók rövid sétákkal megközelíthetők legyenek. Első állomásom a Kuloska-völgy és Forrás, Csopak és Fület között. A forrástól mindössze 100 méterre kiépített ösvény visz fel a Szurdok-völgy jobb oldali függőleges sziklafalára, ahonnan aztán gyönyörű kilátás nyílik. Következő megállom a repülő feletti Millennium kilátó. Csolnoki Jenő világot járt földrajztudó szerint innen nyílik a világ egyik legszebb tája. Eddig nem rossz. Hasonló keskeny utakon jutottam fel egy kilátó alatti parkolóig, és itt egy jobb sorsra érdemes étteremig. És itt van. A Fülöp-hegyi, egy vártoronyra emlékeztető kilátó. Tökéletes. Egy kőből épült kilátó, nem rángatja a szél, erkélyén nem zavarják a tartóoszlopok a körpanorámát. És kész. Pedig még mentem volna. Szinte tökéletes kilátás a Balaton nyugati medencéjére. Nagyjából a közepéről. Innen még jól látható Tihany, szabad szemmel az apátság is. Aztán szembe Balatonboglár, a boglári dombok, a baloldali nagöm kilátó. Majd a fonyódi dombok, és ha a Badacsony nem takarná le, akkor kezdte is látható lenne. És természetesen a tanúhegyek. Badacsony, Csobánc, Szátika, Gulács. Mindezek sajnos nappal szemben. Alul pedig Répfülöp, a birkacsárdával, a hullámmal és a kikötő melletti ébolyával, annak rózsakertjével. A panoráma parkolóból felfelé 15 perce kilátó, lefelé pedig 10 perc. Nekem! A Hévízi-tó valóságos természeti csoda. Európa legnagyobb gyógyító erejű melegvizes tava, ugyanis a több melegvizes tóval szemben nem vulkanikus eredetű, hanem természetes, tőzegmedrű forrástó. Alig néhány kilométerre a Balatonparttól, Keszthelytől, turista forgalmában minden balatoni települést megelőz. Egy csak egy leányban talpon a vidéken. Ideként 6 fok. Csukló, hány fokos a víz? 27-28 fok. Tök jó. Köszönöm. Cserszeg-tomai szállása, a relaxóter. Ki ne hallott volna a cserszegi fűszeresről? Mai napom első felének útvonala Cserszeg-Tomajról. Rezi, majd a Rezivár parkoló. Cserszeg-Tomaj körül érkezve az első látványosság a Tino és Kalandpark. Ma ugyan nem tervezem. És az út egy kicsit el
vállalati parkoló, és sajnos határozott kuplongzagot érzek. Egy hulló. A legnagyobb énekes madarunk hangját halljuk. A szabadidő parktól mindössze 100 méter a vár. Talán még annyi sincs. A rezivárat az 1200-as évek végén emelték apórbáró parancsára. Jelentéktelen magánvárként tartották számon. Nem tudni pontosan mikor, de egy a törökök által végrehajtott portja során megszállták és felgyújtották rezivárát, ami többé már nem építettek újjá. Sólymok a vár felett. Alul Zalaszántó. Zalaszántó felett pedig a buddhista békesztupa. Tőle jobbra Tátika. Tátika várával. A borús idő ellenél is gyönyörű a kilátás. A Bardacsony és a Szent György hegy közti nyerekben megcsillan a Balaton vize. A kupalakú hegy pedig a Gulács. Az Alaszántó fölötti Kovácsi hegyen áll Európa legnagyobb buddhista sztupája. 1993-ban maga a Dalai Láma szentelte fel. 24 méter átmérőjű és 30 méter magas. Európa különböző országainak adományaiből épült, de a legtöbb pénzre felépítéséhez Dél-Korea adományozta. Tudom, hogy záróra előtt érek sümegre, de a Várhegyről nyíló balkonyi panorámát még ebben a borongós időben sem szeretnék kihagyni. A sümegi várat IV. Béla parancsára építette a veszprémi püspök a tatárjárás után. Hamarosan a Dunántúl egyik legerősebb kővára lett. A törökök soha nem tudták elfoglalni. 1705-től fontos bázisa volt a kurucoknak. 1713-ban a Habsburgok felrobbantott. Állagmegóvása az 1960-as években kezdődött, azóta is tart. Mókus kerekes kőhajítógép. Ez pedig egy faltörőkos. Sümeg legfontosabb nevezetességei a váron ki. A plébánia templom, aztán a püspöki palota és a kisfaludi Sándor emlékház. Hoppá! És a sümegi afrikárium. Alul a püspöki palotával, a plébánia templommal, a háttérben pedig a Keszthelyi út, ahonnan jöttem. Kerzektumajtól mindössze 3 kilométer. Következő célom a Kis-Balaton. Talán 20 kilométer lesz. A szerencsém lett még a nap is kis. A Kis-Balaton nagyon nagy. Konkrétan a Kányavári szigetet keresem. Gyönyörű hídjával és kilátójával. Fekete István emlékhelyét már megtaláltam. Innen körülbelül 10 kilométer. És megvan. A Balaton vízhozamán a Zala folyó határozza meg. A Kis-Balaton vízterülete komoly szerepet játszott abban, hogy a Zala lerakja hordalékát, mielőtt a Balatonba ömlik. A leglátványosabb része a Kányavári sziget, amelyre gyönyörű fahíd vezet be.
A térségben játszódik Fekete István ifjúsági regénye, a Tüskevár. Ki ne olvasta volna, amely még 2005-ben is egyike volt Magyarország 12 legnépszerűbb regényének. Egy káró katona. Légyölő galóca, vagy mesegomba. Kisbalatoni sétám után hazaútban egy rövid időre megállunk Szigligeten, majd a közeli Folli Arborétumban, Badacsonyőrcs és Ábrahám egy között. Az apró dombok oldalában megbúvó Szigliget, az egyik leggyönyörűbb fekvésű balatonparti falu. Bár az egyik legfontosabb erősség volt a török hódoltság határán, nem is tudták elfoglalni, de az 1600-as évek végén egy villámcsapás következtében kigyulladt, és legnagyobb része leégett. Elvesztette a hardászati jelentőségét. Állag megóvása már az 1950-es évektől folyamatos. A várfokáról fenséges kilátás nyílik a Tapolcai medencére, a Tanúhegyekre és a Balaton nyugati medencéjére. Közelben kell lenni a Folli Arborétum feljáratának. A palutáját elhagytam, a keleti oldalon keresem a táblát, és megvan! Folli Arborétum balra! A Folli Arborétum. Már régóta szerettem volna eljutni ide. Arborétum és borászat. Akkor arra nem megyünk. Inkább arra. Most nem csak az arborétum, de a kilátója is érdekel. Közvetlenül az arborétum fölött a Kisőrsi hegyen található. Szemben Fonyóddal. Badacsony pedig egy karnyújtásnyira. Lehet, hogy a világ legszebb táján vagyok. És ennek a csodás növénygyűjteménynek mi is lehetne más háttere, mint a Balaton. Azt mondják, a Balaton környék minden csodájának felfedezéséhez egy élet is kevés. Én minden esetre próbálkozom. Négynapos motoros túrám a Folli Arborétummal lezárt. Közben az idő is megjavult, így Alsóörs lesz a mai végállomásom. Mert holnaptól szeretném megkerülni a Balaton, csak most egy vitorlással. Nem vagytok tengeri betegek, tartsatok velem!